Sziasztok, Csézilak vagyok, ez itt a The Infected. Jöjjön a folytatás, de mielőtt még belekezdenénk, ne felejts el feliratkozni. Ne maradj le a folytatásról, illetve a többi sorozatról se, jönnek kifele újdonságok, fejeződnek be sorozatok. Pontosan jönnek az újabb és újabb játékok. Ebbe a részbe, kerítés építésbe fogok kicsit belefolyni. Ugye, láttuk, hogy egyre több és több zombi támad most már bennünket, és bizony a védelem most már egyre fontosabb lesz. Ami nagyon jó, hogy ki lehet használni azt a lehetőséget, hogy a tüskét be lehet rakni így a kerítés túllógva, és hát fejlesztők ezt a dolgot nem vették ki a játékból, de valamennyit változtattak rajta. Most le fogom tesztelni, hogy ez valóban megtörtént-e ez a változtatás, vagy ezt még nem eszközölték. Ugyanis régen úgy volt, régen, hát ahogy elindult a játék, hogy ilyenkor amikor lekevegy a tüskerek, akkor hogy a tüske sebzi őket. Most ha így rakod be a tüskét, akkor elvileg a kerítés sebződik, és nem a tüske. Tehát a tüske sokkal tovább tart. Mindemellett, hogy lehet fejleszteni is a tüskéket, ez egy igen érdekes megoldás volt. És kipróbálom, hogy ezen változtattak-e most már a frissítések folyamán, vagy ez megmaradt még mindig ebbe a pozícióba, hogy ilyenkor nem sebződik a kerítés. Kötél van nálam, még egy csomó minden. Jó, itt azért hagytam ezt a lukat, ezt az elemet, ezt innen kimarkoljuk, és csinálunk egy kerítést. Na most a kerítés, ez tartozó kaput, ezt nem illeszti oda a játék, sajnos. Na, persze, hogy most jön. Ó, de jó, hogy leraktam oda kívülre azt az elemet. Úgyhogy egy kicsit ordigatni kell a kaput, hogy bepasszoljon, de elvileg egy. Jó, nagyjából jó is lett a kaput, kicsit lejjebb sülyeztettem. Na, te meg itten mit akartál? Ó, hozott nekünk fémet. Jó. Egyenlőre most esek neki akkor tovább az építkezésnek. 6 darab rönk és nem is tudom mennyi kötél kell hozzá a kerítéshez. Mennyire megnézem, azt hiszem 4. 4. 4 kell hozzá. A kerítés elemeket egymáshoz hozzáigazítja, ezt már az előző részben megmutattam, hogy igazítja hozzá, egy kicsit javítottam a kerítés vonalán, illetve magasságán, mert azt nem jól raktam le. Úgyhogy most megpróbálom ezért ezt a kerítést ebbe a részbe befejezni. És amondó vagyok, hogy hozom a toligámat is, mert egy kicsit több fát tudnék hozni, hogyha... Hopp, igen. Kicsit zűrösebb lesz a dolog. No, hát aki lemaradt volna az előző részekről, elkezdtük az energiatermelés, szélerőműveket építeni. Tényleg, azt nem is, meg is mutatom. És mutatom közben, hogy ott fönt a háztetőn elkezdtük építeni, és nekem lett is alumíniumom. Közben elmentem a bányához, és kifosztogattam. És íme. Ennyi. Hatalmas. Hatalmas tempóban forog, és ugye leraktunk ide egy elosztó táblát, ami már mutatja is, hogy igen, 2, igen, van 20 darab bemenetem, és van 20 szabadon, és egy célturbinánk. Kemény, ez nagyon kemény. 12 fa kell hozzá, és hoppá, ez. Ez már kopperes. Tudom, meg nincs is.
Na mindjárt. Gyorsan égetek is ki akkor hozzá. Ezt meg ezt visszarakom. És akkor innen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Több kapunk lesz azért kettőnél, az biztos, úgyhogy ez még mi? Kobalt. Az se rossz, az se rossz. 1, 5, 5. Illetve ezt is. Hopp, köven kezd kifogyni. Igen, most a túlterhelésbe vagyok. Jó, mennyi fért bele. Jó, közben ezt is menedzseljük, hogy ne... ne legyünk itten nélküle. Szóval azt belerakom, nyilvessződjártás az ollat. Jó, kötelem van 22, jó, egy gyengőre lerakhatjuk, illetve van nálam üzemanyag, az pedig ide. Jó. Osztottam magamat. És akkor ebbe kell, 12 öböm kell bele, az igen. Az szép. Jó, hát mégiscsak egy kapu. Igazából mondjuk arra végére nem is nagyon kellene kaput rakni, mert igazából itt a vízen be tudok jönni, inkább amarról kellene kaput csinálni, nem is ide. Ezt le is veszem innen. Ezt a tüskét beljebb hozom. És miért nem rakod le? Na, nézd már, itt nem akarja a jót. Csak-csak. Így, a tüskét azt odarakom, hogy a védő sor megmaradjon. Ó, nem lehet odarakni, a dimi nem készül el. Aha, jó, akkor ezt is tudjuk. Össze is kapom. Három. Kaput inkább ilyet fogom tenni. Na most már viszont így már engedik. Ja. Kaput inkább valahova ide a sarokra. Az a lényeg, hogy mindenféleképp ki kell húzni először a kerítést, és utána kell a kaput behelyezni. Ez egy ilyen kis érdekesség a dolognak. Na most kicsit lehet jobban látom, mint csak a gaz. Jobban látszik a kapu. Illetve a magasságát kellene látnom. Ja, hát így. Kicsit érdekesen néz ki, hogy bele van sülyeztve a földbe, de annyi baj legyen. Maradt itt még? Rönk. Nem tudom. Itt fogunk ügyködni, úgyhogy reméljük, hogy farkas, medve és ilyenek nem haradnak segbe, de valószínűleg fognak. Úgyhogy folyik az áramkészítő. Ugye kettő bányát vittünk el az alumíniumhoz és egyet a kobalthoz. Ezeket majd időközönként fosztogatni fogom, hogy azt nem hiszem. Hol vagy? Anya szomorító. Igen, medve. Medve volt. Már megint medve, úgyhogy ebben a részben is úgy néz ki, hogy kell medvét öljek. Múszom meg. Egy rész se, de nem látom, hol van. Ugye ezt korábban már mondtam, de ezt a trükköt nagyon jól lehet használni a kerítés építésnél, hogy visszaspannolnak a fák a városunk kívülre, ezek a picik legalábbis, és hogyha szükséges a fa, nagyon kifosszátok a
környéketeken, akkor érdemes kilépni a játékba, visszalépni a játékba, és visszaspannolnak a fák ide. Szépen. Ó, basszus. Kerítésen belülre kéne menni. Hol van? Oké. És akartam ilyen alacsonyabb kerítést, ezeket át lehet szökkenni. Na végül, hogy meghaltál, így csinálj, nem sokáig. Rumbáztál itt, és nincs benne semmi. Ez meg bealudt. Öcsém, hát ez... Hogy meg észre ilyet tenni velem? Igen, már kifele, mert fog haladni. Ezt már korábban megnéztük, hogy a sima tüzet eloltja az eső, viszont ezt a égető kemencét, ezt nem. Hál' Istennek ezt meghagyja. Kocsim, nézzünk még ilyen nagyobb fát. Hát, hallottam a brummogását, de nem... Hova lett? Van. Visszaiszkoltam nagyon gyorsan a házamba, de nem... Nevet. Jöjjött. Igen. Igen. Ú, nagyon sok kell be a kapuba. Mind a kaput, mind a kerítés elemet lehet mozgatni. Ugye ezzel az N billentyűvel lehet tárgyakat mozgatni. Arrébb vinni, arrébb pakolni őket. Ez itt is megvan. 12 az azt jelenti, hogy 4 kicsi fát kell kivágni egy kapuhoz. Szép. Kerítés elemez 2-t. Is van. Így mi. Tehát ez kicsit gyorsabb megoldás így. Igazából ez szabadon építhető, tehát ezt már az elején meg lehet csinálni, ha valaki szeretné már az elején fölépíteni a kerítést, meg lehet tenni. Nem probléma, és látjátok, a közelben lévő fákból elég gyorsan is lehet építeni. Magát a favágás közben kapott rostból kell készíteni a sima asztalban kötelet. És úgy épül föl. Tehát igazából a legelején meg lehetett volna csinálni. Én úgy gondoltam, hogy ráér a dolog, a tüskekerítés sokkal fontosabb az elején. Hogy azt kihúzzuk, mert az sokkal, látjátok, hatékonyabb védelem, mert meg is öli őket, nem csak feltartja. De most már a kettő együtt az elég jól viszi a dolgokat. Elég jó visszatartja őket. Ahogy haladunk előre az építkezéssel, a tüskéket folyamatosan meg kell rakni oda, hogy védjék egy kerítéshez egy tüske. Látjátok, nekem így most kevesebb is lesz a tüském, úgyhogy majd kell még építenem. Így. A kapuhoz nem lehet lerakni. A kapunál én tanácsolom azt, hogy kívülre elébb be. Így tegyétek le. Ti be fogtok tudni jönni, ők nem. Így. Jó. Oké. Na igen, itt jön be az, hogy kevés a tüske, úgyhogy na, rak már le. Köszi. Nem. És kell egy. Igen, és ide most nem fog egy engedni, mert ott nincsen. Jó. Bot. Botnak is kell nálatok lenni. Oké. Jó, tehát közben botot is szedünk össze, hozzá. Tűzifát is szedek össze, most a tűzifám is kezd kifogyni. Olvasgattam egy kicsit játékosok leírásait, és
Ugye a tervrajzokat véletlen generátor pakolja szét, és a fejlett asztal, amiben a fejlett eszközöket lehet készíteni, mint a vas balta, vas csárkány és hasonlók, ezek tehát ez az asztal, ez mindig a térképen a megjelenési ponthoz képest a legtávolabbi városokba volt lerakva. Ezt valahogy a játék úgy generálja le, hogy lehető legmesszebb rakja tőled. Valószínűleg azért, hogy ez egy olyan feladat, hogy ezt meg kell csinálni. Jó. És fel kellett volna vegyem. Így. Jó, ide még egyel vagyok kevesebben. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog ebben a játékban, hogy oké, hogy így találták ki, hogy az igazából egy feladat, hogy a legtávolabbi pontig el kell jussál, és akkor kapsz fejlettebb dolgokat. Bánya területek szigetenként oszlanak, tehát minden bánya terület, mindenféle érc, bányászati lehetősége van mindegyik szigeten. Tehát a térkép az három szigetre oszlik föl. Közepén egy mocsárral, és maga szigetek, ugye tartalmaznak mindegyik egy... Na, mi nincs benne? Kötelem nincsen? Ne idegesítsen. Tehát úgy van kialakítva minden sziget, hogy igazából ott meg tudod csinálni a dolgaidat. Jó van már. Ebből nem csinálsz. Nem a csok vagy. Ebből nem csinálsz így. Azt mondja, hogy ezt... le se tudom rakni. Igen, sajnos elrontottam. Megint rosszul csináltam a... tárgykészítést megint elcsesztem, megint túl sok tételt raktam be, és más dolgot csinált meg, úgyhogy meglett a... Te húzzál innen, te kis tolvaj! Van neked viselkedésed, hogy itt szemtelen? Hogy... Mindig elrontok valamit, ez hozzátartozik már szinte. Most elrontottam az arányomat, mert... Ingyen botot. Igen, mert két fa kivágása, csak közben a tüskék azok elvették így a szép mozgásomat, mert eddig jó volt a társam. Jó, ezt betadom a kocsiba. Közben a kiket is rendezzük. Elkészül. És két, hát nem túl egyenes dolog, de azért halad. Egy kis mocsok. Na, gyerünk, nézzünk valami nagyobb fát. Mert... jobban haladjunk. Hát, amit benne hagytam, az így sok lesz, de kiderül, majd azt elviszem kézbe akkor. Feletebb eszközöknek az előnye, a fém eszközöknek, hogy nem kopni fognak, de lehet őket... Na, most meg parkas, de jó. Kopni fognak, de lehet őket úgymond javítani. Na, közben valami bajom van. Mi jelzik? Ja, kötél nem lett.
ugyanis van egy élező a vizen van lefogyva. Van egy élező a játékba, amivel lehet lehet feljavítani a fémeszközöket, és így igazából azok szinte örök életűek lesznek így. Egy kicsit betankoltam. Megiszom mindet, és akkor mindjárt őzünk még vizet. Ó, van itt még húsom is. Nagyon jó. Ott nincs. Szárítóasztal tele van, úgyhogy ott... ezt már megoldottam. Téli tartalékot megoldottam, de majd még fogok csinálni. Nem, először ezt, aztán ezt. Így meg közben eszünk egy kis zöldséget, gyümölcsöt. Itt is romlanak most már meg a dolgok. Nagyon jó. Szuper. Kell az üzemanyag, mert egyre jobban problémába fogok ütközni. Egyre több a bányám, és egyre inkább belefutok abba, hogy kell a utánpótlás. Kicsit feljebb növeltem ugye itt is a ételeket. Jó, szerintem le is vagyunk. Jó, folytatódhat tovább a meló. Mi újság? Észen vagy? Észen persze, csak én nem bírom el, mert úgy tele vagyok. Ne? Én tudod azt. Tesszük egyenlőre, az nem kell. Ezt meg kordom bele. Kettő, és ennyi égi el, úgy, és akkor talán bírok fölvenni. Oké. Kicsit a földben nyílik, de a tövögetlenül jó. Igazából kifele itt ki tudok ugrani. Ugye azért van lejjebb víva a kerítés magasság, illetve így a tüskével egy nagyon szép kis rámpát csinál nekünk, és ki lehet kifele, nem probléma a kijutás. A bejutásnál lesz csak probléma. Azon a sarkán odaraktam, akkor itt is ide fogom rakni. Kaput. Kapu. Játék berakott nekünk egy nagyobb kaput, ami már az autóhoz kell lépjék. Jó, aránylag jó. Ami már az autóhoz kell, elég sok nyersanyagot eszik. Igazából majd, ha lesz az autónk, akkor megéri megcsinálni a nagyobb kaput, addig nem. 4, és megint kimarad egy rünkön. Bedobom ide. Hopp. Spannolnak lefele közben itt a tételek. Kerítésen belül is. Bászeg is bejött. Arról vagy. Oké. Okay. A macskos mindenedet? Hajj már meg! Igen. Toll. Két toll. Nagyon jó. Lassan kifogyok környékében a fa. Hú, ott mennyi kő van fönt. Jó lesz. Kemencében nem is raktam semmit. Jut eszembe, a kemencét üresen hagytam. A fémeknél kopper. Pár koppert
Jöttek ki. Kobaltot is. Ezt nem bírom kivenni. Esetleg ebbe pakolnák, az rossz. De, igen. Ezt ki tudom markolni, és nem tudom, sem. Nem, ez már nem fér ide. Megy a levesbe. Ez odafér. Nem meg ezt berakom. Üres, az is üres. Vagyok ám fogyva rendesen. Markolunk föl, mert vagy igen csak. De madár ne ijeszkes. Már bele. Oké, alakul ez szépen. Ezt a éjszaka, azt mondja, hogy alszunk egyet, most föl vagyunk töltődve. Teljesen, és akkor nem éjszaka fogunk építkezni. Ó, megjött a következő támadás, basszus, és nem teljes a tüskefalam. Áramnyilvessző, az igen. Zárlám állapota. Mondjuk úgy, hogy eléggé vacakulálunk. Jó. Jó, eddig jó. Hatan jönnek most már. Az igen. Már ott tartunk napba, 19. Elik az idő. Egyre többen jönnek, ott is szalad egy. A szétron. Az anyádat. Hol tudtatok följönni? Ide. Jó, az ott van. Hol jöttek föl? Elvileg erre nem jönnek föl. Lehet, hogy javították most már, és föl tudnak jönni ide is. Oh-oh. Az jó. 0 per 6. Jó, elvileg mind meghalt. Na nézzük, mit kapunk. Sem. Olajat. Igen. Három üzemanyag. Nagyon jó. Jó, az fémszilánk. Fém. És. Semmi. Jó. Beszaladom, megnézem, van-e még valahol valaki. Az anyukat, hogy jöttek föl a hajzére? Hát ez érdekes. Elvileg erre a felépítményre nem szabadna följönniük, és most föl tudtak jönni. Bakker, bakker, lezúztak egy pár tüskémet egyébként. Jó. Na nézzük. Rakjuk. Raktam ezeket. Nem ezeket, hanem ezeket. Nem. Ezt alapanyagot kezdtem gyűjteni.
Jó. Folytassuk az alvást akkor. Tartunk. Ezt, hanem ezt akartam. Ezt akartam eldobni. És ezt meg visszamenni. Jó, ezt nagyon szeretem. Nem enged aludni, mert aktív támadás alatt vagyok. De nincsen senki, tehát ilyenkor a játék szerintem időhöz köti a dolgokat, tehát túl gyorsan vissza akarok feküdni, aludni, akkor nem engedi. Úgy érzékelő, hogy itt még tart a támadás, holott közben már mindenkit legyőztem. Már haladjunk az építkezéssel, nem leszek kész a videó végére. Lehet itt se, úgy se, de köteleket viszont most már beledobálom, hogy hát azzal is kevesebb lenne, ami nálam van. Ó, rángatózó te, nagyon szomorító. Ott. Ósza emberke alumíniumot hozott. Ósza emberke egy kicsit eltévedt. Tudom abba dobni. Ja, hogy már benne is van. Oké. Nem szóltam. Akkor ide jön. Az oda megy. Azt pedig ide, akkor ide gyűjtögetem. Ezt. Ezt meg eldobom. Ezt már nem. Hát szerintem azt is el tudnám dobni. Jó. Ez most már kijöhet. Refi, refi, elfogy a... Elfogy a... Ficcom. Oké. Most már hagysz aludni? Most már hagy. Vizet csináltam. Jó. Úgy aludtam, mint hogy szoktam 8 óráig. Persze. Hogy nem. Oh, szuper. Röfi! Ne menj el! És többnyi veszem. Mindet elhasználtam. Jó. Egyenlőre nem leszünk annyira gázba vele. Azzal leszünk gázba, hogy egyre messze vannak megint a fák. Végre megtöltöm a kocsit. Fénybaltával gyorsabb a... Adjam el egy követ. Ó, oh, egy baltának való tucik van. Szóval, ott tartottam. Fénybaltával gyorsabb lesz a fakivágás pár csapással igazából annyi a lényege, illetve nem kerülünk ebbe a problémába, hogy egyszerűen eltűnik a balt a kezünkből. Annál is el tud tűnni, de ott van lehetőség javítására. Van egy köszörű, azt majd meg fogom mutatni, az egy érdekes dolog.
Miért dobod el? Akkor fölveszem. Mi a fene baj? Rak már bele, öcsi. Azt néztem, hogy kiebb is rakhatnám ezeket, mert lassan nem ér ki a hegyet. Jó, szerintem az már jól állnak. Oké. Okay. Megnézzük ezt a pontárt, hogy ez milyen. Úgy nézem, jó. Igen, azt már is dobom, ezt is eldobom, ezt is eldobom, ezt is. Nem kellene rengeteg, rengeteget tőled. Egy kötelem maradt. Az szép. Az szépen beleszórtam a köteleket. Már, ha nem engedjél ki már. Korábbi részekben már tapasztaltuk, hogy az építkezés nagyon lassú benne. Időigényes, mondhatni, igencsak időigényes az építkezés. Gyorsabban megjárom gyalog, mint kocsival szaladgálni. Kocsival igazából nagyobb fákhoz érdemes, vagy meg távolabbról hozva. Úgy érdemes nyelni. De jó, maci van. Sem. Kerítésem. Ott a maci. Ó, de jó. Na. Köszönöm, drágáim. Rengeteg, rengeteg cuccal elláttok. Ah, rostot is eldobom. Rengeteg rostom van, tehát nem lesz probléma a kötélgyártás. Be is tudok venni. Lugrálva. Ilyen csapokra csüssével nekem húst, mert húsom van. Tehát lehet, hogy még szárítót, azt még dobok össze, és akkor oda tudok lepakolni. Kell bele, azt hiszem, ki, kötelet, kötelet. Abból kifogyok. Igen. És egy fél. Komám, az is van. Annyira rossz, hogy néha eltűnik ez a kis pötty, ami jelzi a célkeresztünket. Ami képernyőfotózásnál nagyon jó, csak akkor van probléma vele, hogyha szeretnénk valamit csinálni, és nem látom, hogy hol célzok rá. Jó, hozzuk vizet. Nem áll, hagyjatok békén.
Ó, mocsok. Le is döntött egy tüskémet. Ha elfogynak a tüském, öcsém. Van nektek viselkedésetek? Műveltek velem. Jó, elkészül a húsiabdi. Teszünk egy kört. Nagyon sok mindent kell menedzselni benne, a növényültetvényt, a kemencéket, amellett, hogy csinálnád a saját dolgodat, ezeket mind menedzselni kellene. Közben elég ütős így. Vannak padlólapok is, amik megsérültek. Amellett a kerítést lehet erősíteni, illetve magát a tüskéket is lehet erősíteni. Öcsi, eldobja a helyet, hogy belerakná, eldobja és a másikra. Van nekünk egy fejlesztő kalapácsunk, amivel lehet fejleszteni ezeket a ételeket, de azt most nem fogom tudni megcsinálni. Most ott tartok, hogy örülök, ha a kerítést be tudom fejezni. Illetve a tüskéket ki kellene húzni. Hát ez érdekes volt, hogy följöttek a házamba. Basszus. Ezt kijavították volna. Vagy valami gubanc van, valahol valami luk van, vagy probléma, ami miatt föl tudnak jönni. Néztem ott a vízgyűjtő edényemet, hogy lehet, hogy az túl közel van az alaphoz, és az lépcsőként szolgál nekik. Szenked. Most már lassan messzire kell szaladgálni. Nem még jó állunk időben. Hát, be tudom fejezni, vagy legalábbis most ez a videó addig fog tartani, hogy be nem fejezem. Kell, úgyhogy arra teszünk egy kocsit, valami nagyobb fát. Célzok. Ez elég nagy. Az lesz, hogy a következő részben elmegyünk egy kicsit messzebb, és próbálkozunk majd nagyobb városokkal, de ahhoz most jobban föl fogok készülni. Hogy ne érjen ilyen meglepetés. Már a faluk elég jó el vannak látva ötszerrel és ilyen dolgokkal, de igazából ennél jobban föl kell készüljek, mint ahogy most csináltam legutóbb, mert akkor csúfos feleséget szenvedtem, a faluban nem sikerült összehozzam a támadást úgy, ahogy szerettem volna. Elfogynak a nagyfák a környékről, öcsémet. Kivágtam az összeset. Illetve majd, hogyha falu fosztogatásban sikerülne kellő mennyiségű kevlárt összeszedni, akkor el lehetne menni krokodilt vadászni, ugyanis a krokodiloknál van egyedül ugye a krokodilbőr, minek meglepetés. Hallottalak farkas, csak nem látlak. Hol vagy. Krokodilbőrnek az a... Az a lényege, hogy... Nem
Közben hallgatom a farkast. Hát, ha volt itt valahol. Itt hagytam egy farönköt. Ó, de ügyes vagyok. Hagytam magamnak egy farönköt. Szóval a krokodilt a térkép közepén lévő mocsárban lehet ölni, és ő adja a krokodil bőrt, és a krokodil bőrből lehet csinálni a fejletnek táskát, amivel már nagyobb súlyt, illetve több tételt tudunk magunkhoz venni. És például így a fosztogatás is egy kicsit hatékonyabbá válik. A faluk fosztogatása. Nem látom azt a dögöt. Oh, na ezt mondtam. Szépen itt hajtanak ki a kerítésen belül a tételek. Hol vagy te, van a szomorító? Hát hallani hallak, de... Ott van a dög. Ez az. Gyere komám. Te nem tudsz följönni. Reméljük. Üti a kerítést, ami még nincsen kész. Ezt nem mondod komolyan. Á, rög a pattökit. Na, nem mondod, hogy ez itt dárdám is eltört. Hol van ez a eldob? Hát ez még fejlesztés alatt áll ez a játék. Ez egy nagyon erős bug volt. Itt ez nagyon csúnyán. Nagyon csúnyán bugos volt, hogy a nem lévő. Szóval... Veszük, kilopjuk innen. Maradhat. És mehet oda. Tehát egy olyan kerítés védett engem, ami még föl sincs építve. Az igen. Az nem semmi. Hát most leteszteltem rendesen ezt a kerítésépítéses dolgot. És brutális dolgok jönnek össze, az összes szárítom dugik, 2-4-5, bele vagyok, jó, akkor azt már maradt nálam, jó, maradt még röntgen, ó, persze, itt közben nem halad az építkezés. Követ arrébb dobta. Nem raktam bele a kötelet. Na azért van nám annyi kötél, mint a szemét, nehogy már ne legyen elég. Oké. Hát ez még vágos. Megharapni meg tudott. Hál' Istennek vérzés nem okozott, de a kerítése nem jött át. Támadta a kerítést. Jó, hát fejlesztés alatt van még ez a játék, igencsak. Még nagyon hiányolunk belőle nagyon sok mindent. Nincs kerettörténet, nincs igazából végcél nincsen benne. Meg a vinye. Nincsenek bosszok, nincsenek főbosszok, nincs különösebb küldetés nincs. Azon kívül, hogy járd végig az összes várost és szedd össze az összes tervrajzot, ez az egyetlen küldetés, ami van benne. Nincs igazából olyan küldetés, ami úgy inspirálná az embert bármire is, hogy
hogy na, akkor elmegyek oda, és csinálok ilyen meg olyan felszerelést, hogy elmenjek amoda, és akkor ott kapok valamit, és akkor megyek egy harmadik, negyedik helyre, és akkor szépen így összeszedekedtek dolgokat, és akkor utána kapok valami jutalmat. Tetszett a fejlesztőnek a hozzászólásom, de igazából úgy különösebben nem kommentált a dolgokat. Szerintem van nekik a ötletük, hogy mit csináljanak. De hát, ha egy kicsit lehet hatni rájuk, és még turbózni ezt a játékot, mert van benne potenciál rendesen. Amit igazából ki lehetne használni. Jó, hát alakulunk időbe, alakulunk. Tényleg rész végére felépítem. Á, francba. Egy farmikő megint eltűnt. Nem 8-at rakott be, csak 7-et. Hát szoktam így a vízbe találni, meg így a bokrok alatt, mint az előbb is láttátok, hogy előkerült a bokor alól. Hoppa, itt egy farin. De sokszor a vízbe is találok, tehát... Lemegyek halhúsért, és... ott egy-két farin. Tóalján. Belegurulnak. Kövek szintén ugyanez. Lehet találni. Illetve ugye már mutattam a konzervételek gyártását, hogy azzal lehet fejleszteni magunkat, és egy kicsit növelni. Mint lehet látni, nekem is a stamina az 106-on van, konzerv kajákkal én azt már feljebb növeltem. Több, gyorsan beledobáltam. És ugyanígy majd az életerőt is fel tudjuk javítani. Ahhoz viszont szükség lesz majd a kredencünkre, a kis, nézd meg, hogy szétdobálja a fát, ez amoda erre. És nézd meg, be van lassulva a játék, mintha... Ja, de túlterhelésbe vagy. Na, mint a túlterhelésbe lennék, úgy be van lassulva, hát túlterhelésbe is vagyok. Ez is csak 7-et adott, nem adta meg a 8-at. Hallatlan. Go, go, go! Mindjárt készen vagyunk. Mindjárt készen vagyunk. Most szép. Mondom én, elő kellenek itt a óbortételek, és megy fel. Ja. Összezelegetem én szép apránként őket, nem probléma. Ó, mennyi kis kocs van itt. A róka anyádat, azt menjél innen. Ó, mindjárt meg vagyunk. De már csak a tüske sort kell építeni. Ó, nem hiszem el. Kell egy adag. Kis nyomat, kis róka, picike, de olyan életereje van neki, mint egy farkasnak, és olyan sebzése is. Ja, ott van,
Basszeg itt van, és vérzést is okozott. A rohadt szemét is. És geci. És nézd meg az is, azt a kerítést támadja, ami fel sincs építve. Ó, az milyen bagos. Bazd meg, ez mi? Ha-ha, ekkor átrepültem. De ide hallgass, nagy megy róka nyírjon ki. Hát ilyen nincs. Hát ilyen nincs. Nem hiszem el, hogy itt. A fene, azt a mocskos. Hát ilyen nincs, hát vérzést okoz. Leszedi a fél életerőmet, és akkorákat dob rajtam, mint a fene. Hova nem röpködtem? Nézzünk egy kis gyógyítást. Úristen, mindenem vérzik. Elhasználom a öt szereimet. Vedd már be. Gyorsan meg is ajánlok mindent, amit csak lehet. Jó. Na, hát ha ellátott hússal, akkor ez... Ja, meg is csinálom. Elfogy a tűzifám megint. Sokat szedtem föl, de... Égjé, te is van bőven. Állni. Jó, vizem az még jól áll. Húsom is. Na. Jó, életerőt azt majd visszagyógyulok. Eldobtam a farünküket, ijedtem le. Szemét kis róka, mocskos, mocskos. És nézd meg, már lesebezte a kerítésemet, öcsém. Ez szíved. Ez hihetetlen. Na, hozunk még egy adag fát, és akkor most már kerítés. Már megint nincsen voltam. Ilyet. Hát egy ilyen kerítés építésre úgy látszik elhasználok 3-4 voltát. Mire végzek velem? Na, szép. Ne, rakd le a kocsit nekem. Most már. Ezért nem kell kapu ide, mert itt igazából én át tudok slitszanni a víz szélén. Ígyni. Azt mondja, botom van, akkor jön az építkezés. Próbálom a tüskéket, és akkor... Igen. Igen. Igen, itt vannak már kész tüskék, azokat átviszem, ne legyen probléma belőle. Hát azt így nem sikerült letesztelni, hogy maga a tüskénél, na hát, ha le tudom tesztelni, hallok egy farkas ordítást. Hát ha le tudnám tesztelni, hogy ilyenkor, ha támadja a... Ott van. Gyere csak. Mit sebszel? Aha. Igen. A kerítés sebzi, nem pedig a... Nem mondod, hogy megharaptál, és eltöltött. Tehát a kerítést sebzi, nem pedig a tüskéket. Viszont az állatokat az a baj, nem sebzi a tüske. Na, hova lettél?
És átmentem erre. Érdekes, itt meg viszont a tüske van jobban lesérülve, bár lehet, hogy ez már le is volt. Jó, lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy a kerítés az jól véd. Ja, volt is nálam kötszer, le se raktam. Teljesen jó. Lesebeztek megint. Tehát a kerítést hol volt? Itt. Jól lefogytak. Jó, tehát a nem is csak a kerítés sebzi, és nem csak a tüskét, hanem mind a kettőt, tehát felváltva vagy hol az egyiket, hol a másikat, attól függ, melyiket hogy éri el, vagy hogy sikerült kirakni. Minden esetre ez egy plusz védelem, biztos. A biztonság érdekében, hogy mindenféleképp hasznos ez a kerítés. Téma. Kötelet gyártanom kell. És eldobja. És eldobja. Van ennek viselkedése. Ad vissza. Jó. Sticken fogy el. Sticken. Nem mire felvenni? Egy híja lett. Az anyád mindenit. Ez a rombolás hang, ez annyira jó. Mindig hallani. Itt vagyok. Itt vagyok. Hey! Apu előtti tüskét szedte szét. Na, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyerünk be. Hoppá. Hopp, ott ami nálam volt, az... Mi volt? Nincs több ott. Kell még kivágja a fát. Már is dobálom a tételeket, annyira tele vagyok. Egyet mindenféleképp szét kell kapjak, illetve biztos, hogy van nálam tűzi. Ja. Tehát ez egy örök építés így. Ha nem javítgatjuk föl, akkor folyamatosan lehet őket. Építgetni.
De viszont nagyon jó védelmet nyújt. Látjátok, se nyilvessző, se dárda, semmi, és egyszerűen meg tudom védeni magamat. Kupán magukkal, ezek a falakkal, kerítésekkel, üskékkel. És elkészültünk. Jó. Egy óra. És múlt. Készen vagyunk. Adj csak ide ezt a farönköt. Nézd már! Ajaj! Mindjárt napszúrást kapok, de úgy látom... Húzd be, lement a nap. Ezt egy tüskét, ezt visszahelyezném. Lép már ki belőle, de meg. Így. Na, szuper. Azt mondja, hogy... Na, oké. Fotót. Ó, nem ezt. Nem ezt. Kicsit mellé nyomtam a gombot. Na, hát elkészültünk. Ilyen lett akkor végül is a védelmünk. És próbáltuk elég szépen, hatékonyan működik. Na, már megint rosszat nyomok. Oké. Meg is jött a eső és a köd. Most már csak javítgatni és fejleszteni kell a kerítést, és elég erős védelmet biztosít nekünk támadások ellen. Hát köszönöm szépen a figyelmet, Vészilag voltam, ne felejtsetek el feliratkozni, ne maradjatok le a folytatásról, illetve jönnek az újabb sorozatok. Jó játékot mindenkinek, sziasztok!